Köszöntöm a Vásárhelyi Televízió nézőit, önök a híradót látják, én Sós Kata vagyok. Szétrobbant egy kőrisfa a strandfürdőn, pusztító ereje volt a reggeli villámcsapásnak. Megkezdődött az új tanév, rendőrök és civilek segítettek a közlekedésben a diákoknak. Koronavírusos az egyik rektorhelyettes, elmarad a tanévnyitó a Szegedi Egyetemen. Ma reggel 7:30 körül hatalmas robaj kíséretében valósággal szétrobbantott egy kőrisfát a vásárhelyi strandfürdő területére lecsapó villám. A nagy energiájú elektromos kisülést két ipari kamera is rögzítette. A fa valósággal felrobbant, majdnem 100 méteres körben repültek szét a fadarabok. A kár jelentős, szerencsére a korai időpontban senki sem tartózkodott a területen. Nagy robajlásra ébredhettek ma Vásárhelyen, ugyanis villámcsapott a strandfürdő területén található legmagasabb fába. A kőrisfa hatalmas energia hatására darabjaira robbant. Czeher Viktor fürdővezető testközelből élhette át a történteket. Itt voltam már a fürdő területén, amikor figyelmesek lettünk a hatalmas zajra, illetve a lökéshullámra. Majd ezt követően hátrajöttünk, és azt tapasztaltuk, hogy elképesztő károkat okozott a villámcsapás. A villámcsapást a strand két ipari kamerája is rögzítette. A felvételeken jól látható, ahogy a villámlás után közel 100 méteres körzetben szétrepülnek a nagy farepezek. Ezek a több 10 kilós darabok jelentős károkat okoztak a strandnak. Szétrobbant a fa, és a fürdő hátsó részét teljesen beterítették a fadarabok. Ennek köszönhetően megsérült a játszótér is, illetve különböző károkat okozott még a fa. Az öltöző bódé ajtóját is beszakította, a padokat széttörte, illetve a medence burkolatban is, sajnos a gyermekmedence burkolatában is károkat okozott. Szerencsére a reggeli órákban a személyzeten kívül más nem tartózkodott a strand hátsó területén, így személyi sérülés nem történt. A hódfürdő munkatársai már megkezdték a törmelék elhordását és a károk felmérését. Szakadó esőben sétáltak a Liszt Ferenc és a Szent István általános iskola felé a diákok a 2020-2021-es tanév első napján. A Szeretem Vásárhelyt Egyesület tagjai rendőri segítséggel ügyeltek a gyerekek biztonságos átkelésére a forgalmas zebráknál. A civil szervezet aktivistái a hét további részében a város többi iskolájához is ellátogatnak, hogy biztonságosabbá tegyék a tanévkezdést. Idén harmadik alkalommal hívja fel a figyelmet a biztonságos közlekedésre a Szeretem Vásárhelyt Egyesület. A civil szervezet tagjai rendőri segítséggel látogatnak el a város iskoláihoz, ahol a gyalogátkelő helyeken kísérik át a sulibai parkoló fiatalokat. Kedden, a tanév első napján a Liszt Ferenc és Szent István iskolák között ügyeltek a balesetmentes közlekedésre. Több mint 5000 diák kelt ma reggel útra. Én azt gondolom, nagyon fontos felhívni a figyelmet arra, hogy ez egy felfokozott helyzet. Sokkal több diák van az utcán, a járdán, kell át az utakon, és mindenképpen érdemes egész évre egy olyan figyelemfelhívó akciót csinálni, ami a biztonságos közlekedésre fókuszál. A szakadó esőre való tekintettel a Szeretem Vásárhelyt Egyesület kabalájának számító Tigris sajnos nem jött el, viszont a hét további részében ő is segíteni fog a forgalom irányításában. Olyan zebrákat, átkerő helyeket választunk, amelyek forgalmasak. Láthatjuk itt is, hogy számolatlan mennyiségű gépjárművel hozzák a gyerekeket iskolába, és mindenképpen oda kell figyelni, szét kell nézni, figyelnünk kell egymásra. A civil szervezet tagjai a héten a Kertvárosi, a Szőnyi Benyámin és a Klauzál Gábor általános iskoláknál is hozzájárulnak majd a gördülékeny közlekedéshez a reggeli csúcsidőben. Elmaradt a Szegedi Tudományegyetem mára tervezett tanévkezdő sajtótájékoztatója. Az STE sajtóosztályának tájékoztatása szerint az egyetemen végzett koronavírus szűrések során az egyik rektorhelyettes tesztje pozitív lett. Ezért úgy döntöttek, hogy a következő időszak nyilvános eseményeit a mai sajtótájékoztató mellett a szeptember 5-i tanévnyitó ünnepséget sem tartják meg. Az egyetem működése, mint írják, zavartalan, a szűréseket és az eljárásrendet a Nemzeti Népegészségügyi Központ iránymutatásai alapján végzik. A lehető legkisebb kockázatot kívánják vállalni, a kontaktok számát úgy csökkentik, hogy az az alapműködést, az az oktatást és a gyógyítást ne befolyásolja. Kritizálta az Európai Bizottság a koronavírus helyzet miatt ma életbe léptetett magyar határrendészeti intézkedéseket. Levélben is figyelmeztették a magyar kormányt, ugyanis diszkriminatívnak találták azt.
Szijjártó Péter a beutazási korlátozásokkal kapcsolatosan még tegnap este jelentette be, hogy a csehek után a lengyelek és a szlovákok is beléphetnek Magyarországra negatív koronavírus teszttel. A külföldről érkezők többsége ugyanakkor csak indokolt esetben érkezhet az országba. A bizottság ezt az intézkedést értékeli diszkriminatívnak. Az uniós testület keddi sajtótájékoztatóján elhangzott, az uniós mozgásszabadság égisze alatt nem lehetséges, hogy a hatóságok nemzetiség alapján tegyenek különbséget a határokon történő belépéskor. Második lett a 6. Kulturális Filmek Fesztiválján a vásárhelyi Borbás Edina író, televíziós szerkesztő alkotása, aki Tornyai János egykori cselédjének és múzsájának, Kovács Márinak a művészi kibontakozását tárta az érdeklődők elé. A kisfilm rétrejöttét komoly kutatómunka előzte meg, a szerző archív hanganyagok felhasználásával és a téma szakavatott képviselőinek bevonásával dolgozta fel a témát. Az alkotás szakmai és háttéranyagát a Tornyai János Múzeum biztosította. Hát kezdett a Tornyai művész úr udvarolni. Igen. Hát az hogyan volt? Hát udvarolt, aztán én is beleszerettem üdvelét. Ezen az 1967-es archív hangfelvételen Kovács Mári Tornyai Jánossal való kapcsolatáról vallott, amelyet Borbás Edina is beleszőtt a 6. Kulturális Filmek Fesztiváljára készült alkotásába. Mivel az idei versenyprogram a Kárpát-medencei magyar kultúrát helyezte fókuszba, így esett a vásárhelyi író televíziós szerkesztő választása az ugyancsak vásárhelyi festőművész egykori cselédjére és múzsájára, aki autodidakta módon leste el a mester ecsetvonásait és maga is festővé vált. A szerzőnek a történet felgöngyölítésében Nagy Imre művészettörténész és Szenti Tibor néprajzkutató is segítkeztek. Ez a Kulturális Filmfesztivál, ez egy olyan szintű és olyan színvonalú filmfesztivál, ahol úgy éreztem, hogy érdemes egy ilyen témával elindulni, egy ilyen filmet jelölni, hiszen itt valóban a magyar értékek, a magyar kultúrának a felszínre hozása az, ami a célja ennek a filmfesztiválnak, és ez a téma a Márinak a festészete, vagy Márinak a szerelme és Tornyai János melletti élete, ez egy szerintem a művészet történetben is egy ilyen érdekesség, egy ilyen unikum, és ez szerintem nagyon szerencsések vagyunk, hogy ez ráadásul itt Hódmezővásárhelyen történt. A közönség az egyes alkotásokra első körben a közösségi médiában szavazhatott, így a fesztivál döntőjébe végül 10 kisfilm jutott. Ezek közül Borbás Edina Mári a Nagy Festő Árnyékában című művét a szakértői zsűri a 2. helyen jutalmazta. Olyanok méltattak, és olyan szavakkal méltattak, amiben benne volt már az is, hogy intellektuálisan, szakmailag és érzelmileg is olyan művet alkottam, ami egy egyedi látásmód, és mégis értékes, és ennél többet már, az egyik mondat így szólt, hogy ennél többet nem lehetett volna kihozni belőle, úgyhogy ez nagy boldogság volt. Borbás Edina Máriról szóló kisfilmje a szeretetről és az odaadásról szól, ám ebben a történetben még sok minden megbúvik, ezért a vásárhelyi alkotó ezt a témát a jövőben hosszabb terjedelemben is szeretné majd feldolgozni. Nem marad el, csak később lesz idén az őszi tárlat. A Tornyai János Múzeum ebben az esztendőben is megrendezi a hazánk legnagyobb múltra visszatekintő kortárs képzőművészeti seregszemléjét. A 67. őszi tárlat a járványügyi helyzet miatt azonban október 1. vasárnapja helyett, most november 22-én nyílik majd meg az Alföldi Galériában. Az 1950-es évektől kezdve beivódott a város történetébe az őszi tárlat. A tradíció pedig a járványügyi helyzet miatt sem szakad meg, csak egy későbbi időpontban rendezik meg a kortárs képzőművészet legnagyobb hazai seregszemléjét Hódmezővásárhelyen. A hagyomány olyannyira töretlen, hogy már eddig is több mint 120 alkotást regisztráltak a művészek. A rangos megmérettetése ugyanis ezekben a hetekben egészen szeptember 15-ig lehet jelentkezni a beadás.őszitárlat.hu oldalon. Ezt követően szeptember 21-én 10 és 15 óra között Budapesten a Műcsarnoknál, szeptember 22 és 25-e között pedig az Alföldi Galériában várják a szervezők a bemutatásra szánt műveket. A tárlat zsűrizése továbbra sem online, hanem hagyományos módon valamennyi mű szemrevételezésével történik. Az ítészek október 8-a és 10-e között döntenek majd arról, mely alkotások reprezentálják a jelen képzőművészetét 2020-ban.
A 67. vásárhelyi őszi tárlat kurátora most is dr. Pogány Gábor lesz, akinek munkáját Képíró Ágnes a Tornya János Múzeum művészettörténésze segíti. Az idei kiállítás november 22-én vasárnap délben nyílik majd meg az Alföldi Galéria földszinti termeiben. Szeptember 5-ével újra megnyitja kapuit a nagyközönség előtt a Szegedi Nemzeti Színház, jelentette be ma Barnák László igazgató, a teátrum gazdag repertoárral készül, ám az évad legfontosabb irányelve a biztonság lesz, ezért a koronavírus járvány megfékezése érdekében számos óvintézkedést vezet be az intézmény. Belépéskor többek között érintésmentes hőmérést alkalmaznak majd azért, hogy megvédjék a nézőket és a munkatársakat is az esetleges fertőzésektől. Tannhäuser 1984, a padlás, Sirály és Chicago. Csak néhány azok közül a darabok közül, amelyek a tervek szerint repertoárra kerülnek az idei évadban a Szegedi Nemzeti Színházban. Rögtön szeptember 5-én egy gálaestel kedveskedik a teátrum azoknak, akik az elmúlt időszakban a járvány megfékezése érdekében a frontvonalban harcoltak. Hát augusztus 11-e óta már nagy elánnal próbálunk a nagyszínházban és a kisszínházban is, ugyanakkor most szeptember 1-től életbe léptek azok a biztonsági intézkedések, mint például az érintésmentes hőmérőzés belépéskor, azért, hogy a nézőket és természetesen a munkavállalóinkat is megvédjük az esetleges fertőzéstől, de igen, próbálunk optimistán tekinteni a jövőbe, és nagyon készülünk arra, hogy újra találkozhassunk a nézőinkkel. Közben elkészült az a protokoll is, amelyet a következő időszakban az előadások zavartalan lebonyolítása érdekében alkalmaz majd a színház. Belépéskor a színház épületébe kötelezően maszkot kell viselni, nem csak a munkatársainknak, hanem a nézőinket is erre kérjük. Kézfertőtlenítés után léphetnek be a színház terébe. Kialakítottuk ezt az egész metódust, egyeztettünk a nézőtéri munkatársakkal, a háttérdolgozóinkkal. Szeretnénk, hogyha a szünetben vagy az előadás után a nézőink soronként hagynák el a helyüket a földszinti nézőtéren. Természetesen a páholyokra ez nem érvényes, hiszen azok szeparált területek. A mai sajtótájékoztatón a színházi szakma megosztottsága is szóba került. A szegedi szakemberek azt az álláspontot képviselik, hogy ennek komoly kultúra romboló hatása van. Szerintük a színház feladata az értékteremtés és közösségépítés úgy, hogy közben nyitottságot és elfogadást mutat. Önök a Vásárhelyi Televízió híradóját látták, hírműsorral holnap szerdán 17:30-kor jelentkezünk majd. Addig is tartsanak velünk az online térben, olvassák a hudpress.hu-t, nézzék a Vásárhelyi Televízió Facebook oldalát és a YouTube csatornánkat is. További szép estét kívánok, köszönöm a figyelmet!